a Honvéd Együttes szólistája és a zenekarnak egy része segít engem abba, hogy az előadást meg tudjam tartani. Úgy döntöttük, itt sokszor beszéltünk róla, hogy mi legyen az előadás tárgya, és akkor gondoltam, hogy válasszuk ki ezt a kis szeletét a magyar tánckincsnek, ennek a fantasztikus szellemi vagyonnak, ami a, és pedig az erdélyi férfi táncokat. Ez virtuózitásába, szépségébe és egyedülállóságába utolérhetetlen. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy Európában nincs majdnem hozzá hasonló egyéni virtuózitás, mint az erdélyi férfi táncok. Magyarok és románok is természetesen, úgyhogy románt is fogunk mutatni. A dolog az én életemben úgy kezdődött, hogy ilyen fiatalkori barátság, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Sárosi Bálint. Ezeken keresztül bekerültem én is a Muharai Elemér, aki akkor a Népművészeti Intézet néprajzi osztálynak a vezetője volt ennek a bűvkörébe, és ő az, aki úgy látszik, hogy valamit felismert bennem, és akkor oda csapott a gyűjtésre járó fiatal néprajzhallgatókhoz, és akkor jártunk a Sárosi Bálinttal, Vásárhelyi Lászlóval Szatmárba, Dunántúra jártam a Pesovárékkal és a Martinnal, úgyhogy elkezdtem ezeket a gyűjtéseket, és aztán elkezdtem komolyan bele mélyedni ebbe az egész dologba. 1956. augusztus 1-től, az idősebbek emlékeznek rá, személyazonosság igazolványon lehetett menni Romániába. Azonnal felültünk a Bihari Együttes néhány tagja, felültünk a vonatra, és már augusztus 1-én elindultunk. Kolozsvárra mentünk, mert a rokonságomnak egy nagy része Kolozsváron lakott, ők mind Szamosújvárról kerültek Kolozsvárra. Elmentünk Kolozsvárra, Martin György javaslatára megkerestem az ott a Kolozsvári Folklorintézetbe Faragó Józsefet, kitűnő néprajzos. Azt mondta nekünk, hogy hát a legközelebb, ugye hát akkor autónk, még álmodni sem mertünk, hogy autónk lesz, menjünk el Györgyfalvára. És akkor felgyalogoltuk Györgyfalváról, ami azért fantasztikus ez a falu, nem csak, hogy megőrizte a kultúráját, hanem az, hogy a bécsi döntés után a határ Kolozsvár és Györgyfalva között volt. Mind eltűntek a férfiak a Györgyfalváról, majdnem nem maradt fiatal férfi és házas, az asszonyok azért szültek, mert hazaszöktek éjszaka. Úgyhogy hazaszöktek éjszaka. Na, felmentünk Györgyfalvára, akkor a közösségi háznak, nem tudom másképp nevezni, éppen bál volt egy vasárnap, az úgy, van, úgy nézett ki, hogy a teremben fent volt egy ilyen fából készült erkély, oda felment a zenekar, felhúzta a létrát, biztos, ami biztos, és akkor úgy játszottak a bálba. Ez több helyen volt divat, csodálatos volt, hát nekünk reveláció, hát alig tudtunk valamit az erdélyi táncokról, nagyon keveset tényleg, és reveláció volt, és főleg amikor a szünetbe a legényesre került a sor, akkor teljesen kiborulva néztünk, mert mi erről majdnem semmit nem tudtunk. Legalábbis a magamfajta nem tudott semmit erről. És aztán mondtam, hogy gyönyörű, gyönyörű, azt mondják, hogy hát aztán látnám a Feri bácsit. Na, elhívták a Feri bácsit, jött egy csodálatos öreg úr, felvetve ez a gyönyörű hímzett mellénye, azt, hogy odaadta valakinek, és akkor mondta, hogy kérdezte, hogy mit csinálunk, mondtam, hogy hát táncot akarunk, és akkor visszajönnénk filmfelvevőgéppel, meg magnetofonnal, és hát ezt akarjuk gyűjteni. Aztán és táncolna a Feri bácsi nekünk, táncolna. Na jó, felintett a zenekarnak, hogy az enyémet. A zenekar húzta a zövét, és ő fantasztikusan táncolt, tényleg. Sajnos nagyon korán, mikor már arra került a sor, hogy visszamenjünk felvevőgéppel, akkor már nem élt. Csodálatosan táncolt, befejezte, oda feltette a melléjét, na most maga táncol. Hát én ott álltam elhűlve, na most mi a fenét csináljak? Hát így ilyen kis mitugrász táncos voltam, mindent tudtam improvizálni. Tehát hát jó, hát húzta a zenekar, én meg valami, mit tudom én, mit táncoltam össze ott. Végignézett. Hát, érdekes fiatal ember, és elment. Na, akkor meggyőztem magamat arról, hogy ezt most már komolyan kell folytatni. A rokonaim mondták nekem, mert én mondtam, hogy hát miután ők szamosújváriak voltak, és Szék 13 kilométerre van Szamosújvárról, mondták nekem, hogy menjek ki a főtérre, a Széchenyi térre, menjek ki, mert ott délután összejönnek a szikiek, így mondták. A szikiek összejönnek, akik a lányok szolgálnak a polgári családnál, a fiúk a hostádba. A hostádban németek laktak, és,
és az összes gyümölcs és zöldségféléket azt ott termesztették, és tényleg kimentünk, és ott fügyszóra és énekszóra gyönyörűen táncoltak ezek viseletben, 1956-ról van szó, és augusztus, és táncoltak. És akkor már megjelent a Lajtának a Széki gyűjtése, egy hatalmas könyv, és akkor elhatároztam, ez nyilvánvalóan az is benne volt, hogy a gyerekkoromnak nagy részét én is Szamosváron töltöttem a szüleimnél és a rokonoknál, és akkor elhatároztam, hogy székkel fogok foglalkozni, mert egyszerűen döbbenetes volt, hogy összejönnek egy nagyvárosnak a főterén, és ott táncolnak. Ezt elhatároztam, de aztán a forradalom egyelőre egy darabig elsöpörte ezt a szándékot. A székkel való kapcsolatom az fantasztikus volt, később a néprajz szakon a szakdolgozatomat is erről írtam, hál' Istennek megjelent az élő néprajz sorozatba, úgyhogy majd egyszer a néprajzi tagozatnak nyilvánvaló oda fogom egyszer adni, mert most olvastam el megint, és pont 50 éve írtam, reveláció volt. Egy 18. századi állapotot lehetett rögzíteni, ezt a Kornis fotokon is nagyon jól lehet látni. Kérem szépen, térjünk vissza tényleg a tárgyhoz. A egész Magyarország területén a reneszánsz kor után ugrostáncot, szalterellát táncoltak, mindenütt Erdélyben is. Ezt Magyarországon akkor jött az új táncdivat Nyugat-Európából, a dréhtáncok, a forgostáncok. Akkor jöttek a forgostáncok, ez már a barokkor, amikor Magyarországon már török uralom volt, tehát csak Erdélybe kerültek be. És ezek a forgostáncok elsöpörték az ugrostáncokat. Az ugrostáncokhoz legközelebb a férfi táncok között a gyimesi csángoknak a félolához nevű táncuk maradt. Ezt nagyon hasonlít még ahhoz, amit ugrostáncnak hívunk. Most megmutatjuk akkor, hogy nézett ki a gyimesieknél. Még a mai napig is, ott még vannak falvak, ahol még most is táncolnak. Köszönhető egy csodálatos embernek, aki Magyarországról oda költözött, Sára Ferencnek hívják, és ő fenntartja gyimesen. Gyimesben teljesen fenntartja a kultúrát, sőt a gyerekek majdnem úgy, mint régen, a táncszázon, illetve a bálon keresztül tanulják meg a táncokat. Nézzük meg ezt a félolához. Korba érkező dréhtáncokat azért mutatjuk meg egy páros táncot, hogy lássuk, hogy mi az, ami elsöpörte ezt az ugrosfajtát Erdélyben. Magyarországon megmaradt, olasz barátaimat avval hülyítem, hogyha eljöztök Magyarországra, elviszlek titeket a Dunántúlra, hát most már nem, de még ezelőtt 20 évvel talán egy-két faluba, és akkor meglátjátok, hogy milyen volt a szalterella nálatok. Itt mi megőriztük. Úgyhogy, de Erdélyben ezt végképp elvitt a dréktánc. Az, hogy ez mennyire barokk, és hogyha van barokk parasztáncba, akkor most meg tudjuk nézni, ezt forgatosnak vagy maroszékinek hívják. Tehát mikor előadást tartok a magyar tánc évszázadaira, akkor mindig elmondom, hogy gondoljanak a barokk templomokra, a csavart oszlopokra, az agyondíszített belsőkre, a füllet képekre és egyebekre, és akkor nézzék meg ezt a táncot, és akkor rájönnek arra, hogy ez tényleg a barokkor szüleménye.
jellegzetesen székelyföldi tánc, tehát a Mezőségen vagy Kalotaszegen ez nincs, a Székelyföld őrizte meg, az egész nyárát mente, és a Székely megyék, tehát Kovásznal, Háromszék és a többi helyeken, Mezőségen, Kalotaszegen, vagy akár a Párciumban ez nem létezik, ez a fajta tánc. De azt hiszem világos, aki ezt nézi, az látja, hogy ez tényleg a parasztbarokk, ahogy ezzel az egész kicsit spekulatív germán dolog ez, de nagyon szeretjük. Úgyhogy elnézést. Ja, ennyi forgás, hát ez legalább annyira szabadosan értelmezendő, mint egy rock and roll lesz. Most komoly, teljes komolysággal mondom, hogy ez ugyanaz a funkciója van. Hát akik vadul táncolják, főleg korondon vagy alsó korond alatt, alsó sófalván, mikor lehetett még gyűjteni még fiatalokkal, akik még hordozták ezt a kultúrát, tehát mondjuk a 50-es évek végén, 60-as évek elején, még úgy mártották be a lányt a földig, hogy a copjával söpörte, mint hogyha a rock'n'rollba dobálnak. Tehát úgy hívták, hogy mártogatos, ti nem is tudtok ilyet. Miért nem csináltatok, hogy lássák, hogy micsoda virtuózok vagytok. Na, menjünk tovább. Tehát ez a Székelyföldre volt jellemző ez a forgatos. Menjünk el a Mezőségre. Ugye engem is oda terelt az élet, nyilvánvalóan azért, mert az orkonságom a Szamosiváron költözött, aztán később Kolozsvárra a háború alatt, és Szék közel van Szamosivárhoz, és a Lajta könyv alapján én úgy gondoltam, hogy akkor nekem Székkel kell foglalkozni. A Martin javaslatára fogtam a honom alá a Lajta könyvet, a Széki gyűjtést. A Lajta a bécsi döntés után rögtön 1940-ben felszekerezett Székre, nem lehetett másképp menni, vagy gyalog, vagy szekérrel. Valamikor 963-ban lehetett a szamosvári állomásról, padokat tettek a teherautóra, és azzal lehetett felmenni. Akkor az áldott állapotban lévő feleségem is már avval tudott feljönni Székre, nem kellett gyalogolni a 64-be. Később aztán volt autóbusz. Széken a villanyt is a 70-es években vezették be. Tehát nem csoda, hogy az ember egy, mondhatom nyugodtan, hogy egy 18.-19. század forduló társadalmi állapotát lehetne. Örök hálával tartozom Dömötör Tekla professzornőnek, hogy ráveszélt arra, hogy nagyon sokan azt, hogy a Pesiék és a Tinkáék írtak elég dolgozatot a táncformai alakjairól. Azt mondja, azt javasolom, hogy a tánc társadalmi szerepét kéne megírni. És most olvastam el újra az 50 évvel ezelőtt, hazamentem tegnap, és kilevettem a kötetet, és nekem is reveláció volt, mert sok mindenre nem emlékszem, ugye? Tényleg egy embernek, aki Széken elkezdett táncolni, mint kölyök, az aprók táncából, és aztán bekerült a táncházba, annak az egész életét meghatározta a szerelemtől kezdve, egészen a gazdasági életig. Fantasztikus volt. Az, hogy például három utca van, Felszeg, Forrószeg, Csipkeszeg, és itt a házasság endogámikusan van szabályozva, mert nagyon régen osztásos alapon volt a föld, nem lehetett osztogatni a földet, hogyha összeházasodtak. És ezt fantasztikusan betartották. Az aprók táncába, ahol a 10-12 éves, 13 éves gyerekek jártak táncolni, az aprók táncába már majdnem lehetett tudni, hogy ki az az 5-6 lány, akit egy fiú elvehet feleségül, és nem rokona. Úgyhogy, és tartották, és a dolog így történt. Kettő, a kaláka munka, ahogy segítették egymást, fantasztikus volt, de az is a táncházba dőlt el, tehát még egyszer mondom, meghatározó volt a táncház az életünkbe, és mindent tulajdonképpen ott ismerkedett meg mindenkivel, a jövendőbeli szerelmével, a jövendőbeli barátaival, akikkel együtt vállaltak munkákat, vagy együtt vállaltak kaláka munkákat, támogatták a hadi özvegyeket, ugye háború után voltunk, és azoknak a földjét megművelték kalákába. A fonomtól kezdve minden tulajdonképpen kalákába és közös munkába történt. A táncrend, amikor még ott voltam, akkor még teljesen archaikus volt. 4-5 év alatt a táncrendből eltűnt egy pár táncnem. Amikor én az első gyűjtéseimet csináltam, akkor még a szünetbe ritka tempó, sűrű tempó, ritka tempó és verbunk volt, ami egy fantasztikus tánc, aztán elhalt. Nem voltak már, akik átörököljék, és nem tért vissza. Mikor a 67 után a Kornissal
jártam széken, és mentünk együtt, akkor én már Verbunkot csak idős emberekkel tudtam mutatni neki, mert akkor még a táncházi generáció, akik akkor 16 és 22 év között voltak, azok azt már nem tudták. Na most megmutatjuk ezt a sűrű és ritka tempót. Rá tudtok tenni egy kis Verbunkot? Rövideket játszatok, mert telik az idő. Tehát sűrű, ezt a szünet, bocsánat, azt akarom mondani, egy szabályos táncrend volt. Mondjuk 1958, akkor volt lassú, csárdás, négyes, gyönyörű tánc egyébként a négyes, gyönyörű nézni, petrolom lámpa alatt, négyes, porka, hétlépés, és még volt gólya, vagy három évig. Ez a ezt valahol Kalotaszegről hozták magukat, de mind az Ortutait, ha idézem, akkor mind invariáns elhalt a gólya. Nem fogadta be a közösség, és elhalt. Kérem szépen, úgyhogy akkor nézzük meg, ezt a szünetekbe táncolják a legények. Mikor a táncrendnek a szünete van, akkor aki tudja, nem mindenki, nehogy azt higgyük, hogy ott mindenki tudott sűrű és ritkát, vagy legényest táncolni, nem. Akik tudták, azok felálltak és táncoltak. Köszönöm szépen! Tempo. Sajnos 1960-as évek elején eltűnt. Pedig nagyon arhaikus, mert lehet látni, hogy nem szakaszonként táncolnak, hanem összemosodnak a zenei szakaszok. Szívem vérzett, mikor egyszer csak azt kellett tapasztalnom, amikor felmentem, hogy egy következő, ugye egy táncház generáció az körülbelül a konfirmálás és a házasság között van. 21-22 éves korig férhez mennek, megnősülnek. Akinek nem sikerül, az 22-23 éves kora után már nem jár táncházba. Ez fantasztikus volt látni például, hogy aki házasságra készül, és tudja, hogy következő héten házasság van, akkor előtte való szombaton kibúcsúzkodik a táncházból. Tehát akkor van még egy táncház, amikor egy eltáncolt táncrend, a táncrendet egy párnak hívják, egy táncrend után nincs férfi tánc, és akkor a Rákóczi induló hangjára
elhagyják a táncházat, és soha többet táncházba nem mehetnek. Már csak házas emberek báljára. Csodálatos dolgokat mondtak, amikor úgy megkerestem, hogy hát mégis mit érzed, hogy hát akkor nem mehet többet. Hát, tanár úr drága, hazakísértem a Kalit, mert így illik, ő bement, aztán elmentem a következő fáig, nekidőltem, úgy sírtam, mint a zálogos marha. Hát tessék elképzelni, nem mehet többet táncházba, kész. És ezt tudomásul veszi, és nem lázadtak fel. Házas emberek báljait rendezték, meg ünnepekkor, meg lakodalomkor, táncoltak, tehát nem felejtettek el táncolni, és táncoltak, a fiatalok táncházával soha többet nem mehetett. Na, ez volt szék, úgyhogy na most ezer dolgot tudnék mesélni, főleg, hogy tegnap a saját szakdolgozatomat elolvastam, tudnék mesélni, amit betartottak, ami nekünk lehetetlen elképzelni, hogy nem, a foroszegi nem házasodhat össze a felszegivel. Mikor a táncot gyűjtöttem, és időseket kérdeztem táncolni, ilyen 910-ben, 12-ben születetteket, akkor több öreg asszony elmesélte, hogy tudja tanárul, mi történt nálunk 904-ben. Egy foroszegi lányba beleszeretett a konfirmálásnál, mert konfirmálni a tanuláshoz együtt jártak a falu közepén lévő, majdnem közepén lévő templomba. És ott összeismerkedtek, szerelmesek lettek, de hát a lánynak a bátyja nem akarta, aztán avval hülyítették a lányt, hogy egy véres inget mutattak, hogy megölték a fiút, a lány felakasztotta magát, a fiú elment a kocsmába, hogy bosszút álljon, és akkor azt is leszúrták. És akkor később hallgattam a szallagot, mondom, te úristen, ez egy roma és júgya történet. Meg is csináltam, Paraszt Romél és Júlia címet, az egész világot bejártuk vele, úgyhogy pár főszereplője itt ül mellettem, mondom, a világot bejártuk vele, ebben a Széki Róma és Júliával. Szóval döbbenetes dolgok voltak abban az időben, ami nekünk, itt polgároknak szinte hihetetlen. Na, a Csörű és Litka tempónál maradjunk. Szekereztem, mikor fáradtam, főleg az utolsó este, mindig egy kis ivasszat volt, mert persze fiatalok voltunk, miért ne ígyunk. Iszonyatos rossz pálinka van a Kornis, ugyanazt mondja, hogy nagyon jó a pálinkájuk. Én hétnyelésesnek hívom ezt a széki pálinkát. Bepálinkáztunk, és akkor mindig fogadtam szerény pénzért egy szekeret, hogy vigyel le Szamosújvárra. Na, mentünk le Szamosújvárra, Szamosújvár előtt még, a székről megyünk lefelé, van egy csukástó, és ott van ördöngös füzes. Füzesi Gerli. Ott van ördöngös füzes. Hát ugye sokat hallottam róla, de nem gyűjtöttünk még. Na, mondtam a szekeresnek, menjünk be ünnepnapot egy vasárnap. Hát beszekereztünk ördöngös füzesre. A kocsma előtt vagy 5-6 ilyen 50 év körüli úr ősz volt, és már ilyen fekete, prémes kis mikádoba, zsebredoltként beszélgettek a kocsma előtt. Na, leszálltam és köszöntem, és hát a szokásos a gyűjtő elkezd beszélgetni. Persze rögtön egy picit, 5 perc múlva már táncra tértünk. Aztán kérdezték, és mit csinált maga a fiatal úr széken? Hát mondom, filmeztem a táncot. Milyen táncot? Hát minden táncot, ami a táncházban van, és aztán minek? Hát mondom, múzeumba viszem a filmet, és azt mi megőrizzük. Megőrizzük a múlát, mint mondjam, hogy archívumban. Na, szóval múzeumban viszem, és akkor ott megőrizzük. És aztán milyen táncol? Hát mindent mondom, például a sűrű ritka tempót és ilyet. Azt az oláhos bakkecske ugrást. Hát megbolondult maga fiatal ember. És akkor nem értettem, hogy miről fogom. Miért? Maguk nem táncolnak? De mi is táncolunk ritka magyart, de nem ezt a bakkecske ugrást, amit a székieknek. És mondtam, és nem lehetne ezt megnézni? Küldtek, rögtön hoztak egy prácsást és egy primást, és vagy hárman ott benne a kocsmába elkezdtek ritka tempót táncolni, és azóta azt hiszem, hogy a legszebb magyar férfi tánc. Melyik ötök csinálja? Mind a hárman? Jó. Köszönöm, mind a kocsmába. Tessék, ilyen tanítványaim vannak. Na, hát akkor nézzük. Thank you.
nagyon szépen, nagyon nehéz megtanulni, úgyhogy nem csodálom, hogy a magyar együttesek, hivatásos amatőrök nagyon kevesen használják fel. Na most mindent, amit kedves tagtársak látnak itt, ez mind improvizáció. A magyar oktatási, táncoktatási iskolának a csodája az, mert kötelez minket az az iszonyatos anyag, ami felgyülemlet. Tessék elképzelni, hogy a Zenetudományi Intézet néptánckutató csoportjába, osztályába 240 ezer, nem 24 ezer, 240 ezer méter film van. Tessék elképzelni, hogy micsoda a mozgás tehetetlenségénél fogva, micsoda kényszer ez rajtunk. És ebből körülbelül 12 ezer publikáltak már, úgyhogy rendelkezésre áll az anyag. Nem fog eltűnni. Mindent fognak tudni a következő generációs arról, hogy hogy táncolnak. Na mostan a magyar együttesek az egész magyar nyelvterületen, tehát ugyanez van Erdélyben, Felvidéken is, és Délvidéken, mielőtt a koreográfiai agyrém elkezdődik, azelőtt meg kell tanulják anyanyelvi szinten táncolni ezeket a táncokat. Aztán jöhet a koreográfus az agyrémeivel. De először úgy kell improvizálniuk, mint ha falun ott lennének. Erről elmondok egy nagyon rövid történetet. Kisfiam 13 éves volt, és megtanult kalotaszegi legényes egy olyan táncostól, aki türei. Jól mondom? Türe, ugye? Huba. Jó, mert amikor türjét mondtam, és elszégyeltem magamat. Egy türei fantasztikus táncostól tanulta. És egy nagyon jellegzetes kis stílus különbség, nem sok, mert minden faluban, kalotaszegi falvakban ugyanazt táncolják majdnem, de azért van stílus különbség. És a kisfiam ezt nagyon szépen megtanulta, akkor még táncolt. És azt mondja neki a Kallós Kolozsváron, hogy na, Péterke, elmegyünk Mérába, ez a legközelebbi kalotaszegi falu Kolozsvárhoz. Elmegyünk Mérába, kell neked, ez a szákos, ez egy ilyen oldal gyapjú zsák, amit akkor a gyerekek szívesen hordtak. Hát a kisfiamnak a nyála csorgott örömébe, hogy akkor, na, ha elmegyünk Mérába, akkor a szünetben felállsz és táncolsz legényest. Hát igen, jó. Elmentünk Mérára, első szünet, legényes, srác nem mert felállni. Második szünet, a Kallós mutatta neki a szákost. És nem... hát aztán fogta magát, a srác végül is felállt, bemelegedett, és elkezdett mindez őrült táncolni, de hát ő türeit tanult mindig. És Mérán voltunk. Azt mondja mellettem, hogy egy öreg, azt mondja, hogy kinek a gyereke ez Türén, azt mondja, nem ismerem. Ez a dicsőség ennek az oktatásnak. Tessék csak figyelni a dologra. Na kérem szépen, menjünk tovább egy kicsit. Ez ugye a mezőség volt, ez ugye Kolozsvártól Besztercéig terjedő a Szamos völgye, amit láttunk a mezőség. Más, minden más vidéken, ahol legényes van, Székelyföldön nincs, ők mindig konzervatívak voltak, de van forgatos viszont, ami gyönyörű. Úgyhogy Székelyföldön verbunk van, de nincs legényes. De Kükülö mentén, az én szülővárosom mellett rögtön, mert Nagyegyeden születtem, ott van szintén egyfajta legényes, és egy Lőrinc révéit mutatunk meg, ott meg pontozónak hívják. Mert egy pont, egy figurasor, 8-2/4 taktus, ez majd a kalotaszeginél meglátjuk, hogy ez mennyire fontos. Mindjárt majd jön a kalotaszegi. Egy pont, ez a 8-2/4 taktus. Ennyit tart egy figurasorozat. Most megmutatjuk, akkor ezt pontozónak hívják, Lőrinc réve, és ne tessék elfelejteni, hogy fantasztikus borok vannak ott. Zelnik, ugye tudod. A 8 taktus számolni, mindjárt mondom. Most egyet. Kétszárlat.
ez egy pont. Ez a egy pont, ez a nyolc taktus, majd a kalotaszegi lány, és mindjárt meglátjuk, mert ott vagyunk a vége felé, hogy mennyire fontos. Tehát ez egy teljesen kialakult tánc, nem? Mert pontosan meg lehet határozni, hogy mennyit tart egy figura. A többi az, hogy határozatlan átmegy a zenei kadenciákon a másik oldalra. Most visszamegyünk a mezőségre, hogy románt tudjunk mutatni. Torda és Maros Ludas között egy kicsit északra van, mindjárt megnézem, mert megnéztük a tegnap a Hubával a román nevét, Kemény Telke egyébként magyarul, Csipain. Csipainnak hívják románul. Nézzük meg, hogy a románok tudnilik, mikor elsöprödött az ugros, és jött az új táncdivat, akkor a románok, magyarok ugyanakkor alakították ki az új zenére ezt a férfi táncot. Ez más táncnemnél is volt a történelem folyamán, de hát most nem ennek a helye, hogy erről beszéljük. Most megmutatunk egy ilyen kemény telkített csipaini román férfi táncot. Nem olyan fontos ez a nyolc taktusnak a zárlata és a kialakulása. Tényleg egy hülyeség azt keresni, hogy kitől tanulta. Ugyanakkor alakult ki a román legényeknél, mikor a magyar legényeknél alakult ki ez a csodálatos tánc, nem? Ez a férfi tánc, kár keresni. Az egész mezőségben, tehát végig a Szamos mentén, Válaszút, Boncidas, mehetek tovább, nagyon sok vegyes falu van. Románoknak is van táncházuk, a magyaroknak is van táncházuk, és a legények, Széken is, csak a férfiak, sajnos patriarkális társadalom, úgyhogy elnézést a hölgyektől, de el kell mondanom, a legények átmehettek egymás táncházába. Mikor ki volt jelölve mindig, hogy melyik lány hoz a zenészeknek ennivalót, vacsorát. És amikor a zenészek vacsoráztak, akkor a legények átmentek a másik táncházba. A mezőségen a magyar legények átmentek a románhoz, máskor a románok jöttek át, és akkor az első legény felállított lányt. És tökéletesen táncoltak együtt, páros táncokat természetesen, tökéletesen. Semmi probléma nem volt ezzel. Ha pedig együtt tudtak táncolni, kérem szépen, nyitott késsel ezt nem lehet csinálni. Hál' Istennek ott ezen a vidéken nem igazán tudják, hogy utálni kell egymást. Azt intézik a politikusok valahol. Úgyhogy gyönyörű dolgot el tudok mesélni, Katona Bucsú Bált, amikor az állomáson hajnalban a román és a magyar fiúk összekapaszkodva, ordítva énekelni, hogy románok románul, majdnem teljes fordításban, hogy vágják az erdei útat, viszik-viszik a román fiúkat, viszik-viszik a magyar fiúkat, és összekapaszkodva sírtak. Semmi probléma. Na, ennyit. Kalotaszegre megyünk itt a véglassanként, és mielőtt a férfi táncot megmutatjuk egy kicsit, egy szököst, egy páros táncot, mert utána jön mindig a legényes, tessék. Még nincs 25 perc. Még csak 20 van. Nézem.
hasonlít egy kicsit a forgos táncokhoz, de ők szökösnek hívják. Köszönöm. Hát akkor itt a vég. Itt a vég mostan, tehát megmutatjuk a kalotaszegi legényest. Itt nagyon meg kell figyelni, hogy mennyire két taktus bevezetés, négy taktus tárgyalás és két taktus befejezés. Tehát gyönyörűen felépített forma. Ültem Mérán egy öreg asszony mellett. Táncoltak a legények a szünetben gyönyörűen, még az akkor volt, amikor még nagyon sok legény felállt táncolni, és mondtam, hogy tessék mondani, és melyik a legjobb táncos? Azt mondja, tudja, tanár úr, az a legjobb táncos, aki legszebben csipkézi ki a levegőbe, a lábával a levegőt. Azt mondta, na most akkor nézzük meg, hogy ki csipkézi ki a levegőt. Köszönöm szépen a figyelmüket! Még egyszer, és maradjon meg emléketekbe ez a szép gyönyörű, sok gyönyörű tánc. Jó.